Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Ennél a kivetésnél feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? A gondolatait itt felül és alul látjuk. A horgony és a fa mindkettő jelenti a biztonság érzetét, ahol le tud horgonyozni, ahol le tud gyökerezni. És pontosan ezt keresi a párkapcsolatban. A horgony az jelentheti a munkát, a hivatást is, és a fa jelenthet egy egészségügyi területet, például, hogy ezen a területen dolgozik, és szeretne valamit változtatni a munkahelyén. A fa jelenti az egészségügyi témákat, arra is utalhat, hogy betegállományban van, vagy valaki beteg a munkahelyen, és emiatt több a munkája. De ami kettőtöket illet, az azt jelenti, hogy mennyire fontos számára a biztonság érzete. Az érzelmeit itt látjuk. A kulcs jelenti a magabiztonságát, de ő használni fogja ezt a kulcsot, mert lezár valamit. Például a felhőt, mindazt, ami eddig átláthatatlannak tűnt számára. Egy időben kinyílik itt egy új ajtó, egy új lehetőség, és az kihat a szerelemre, hiszen nyitott lesz. Kimutatja az érzelmeit. Mit fog tenni, az itt látható. Kisüt a nap. Megvilágít valamit. Kimondja az igazságot. Megvan a kisugárzás, a vonzalom kettőtök között. Itt a halak jelentik az anyagiakat, a munkát, a hivatást. Lehet, hogy beszámol arról, hogy szeretne valamit változtatni a munkahelyén, amit a halak még jelenthetnek, hogy lesz anyagi segítség, vagy egy jó ajánlat, ami a munkát illeti. Amit ez a kártya még jelenthet, a belső értékek, hogy ő értékel téged, de megvannak az elvárásai is, hiszen szeretné azt, ha ő is megkapná a megbecsülést. Itt a gyermek utalhat a gyermekekre, vagy jelentett fiatalos kisugárzást, vagy ártatlanságot, vagy lehet egy új kezdet. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák, ami a horgonyt illeti. Ez lehet a munkahely. Itt lesznek döntések, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. És ami a fát illeti, az egészségügyi témákat, itt szerencse lesz, megvan a gyógyító erő, ami a biztonság érzetét jelenti, ahol le tud horgonyozni, ahol le tud gyökerezni. Itt van köztetek egy kármikus szerelmi kapcsolat, hiszen a sors utatok kereszteződött, ez a találkozás nem volt véletlen, és minden úgy alakul, ahogy a csillagokban ez meg van írva. És a szeretet, a szerelem, a szív. Itt vannak félelmek, hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, eltávolítanak valamit, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. A szív az megjelenik, tehát megvan a szerelem, de vannak félelmek, hogy eltávolodsz tőle. Persze az egerek tudnak segíteni is, hiszen el tudják távolítani a felhőt. És a kulcs.
Itt kinyílik egy ajtó. Ez a ház lehet a te otthonod, hogy ő kopogtat az ajtódon, meg akar látogatni téged. Az is lehet, hogy lesz egy meghívás, és szeretné azt, ha te látogatnád őt meg. Vagy itt kiépül valami, lehet egy közös otthon is. És megnézzük a felhőt. Itt vannak nála bizonyos kapcsolatok vagy szerződések, ahol neki tisztáznia kell valamit. A gyermek, vagy az új kezdet. Itt vannak még nézeteltérések. Lehet, hogy vannak problémák a gyermekekkel, vagy azt is jelentheti, hogy neki vannak tervei, akar egy új kezdetet, de nem vagytok egy hangban, mert neked más a véleményed, vagy más a te terved. A halak, a pénz, vagy az értékek. Itt ő dönt. Ő áll a középpontban. Vannak elvárásai. Úgy akarja, hogy minden úgy legyen, ahogy ő tervezi. És azt is elvárja, hogy megkapja az elismerést, hogy te értékeld őt. És a nap. Amit a nap megvilágít, az a szerelem kettőtök között. Itt látható a nézeteltérés, az lehet az anyagiak miatt is. És az ő napi energiája. Itt az utak jelenthetnek egy találkozást, vagy jelenthetik az ő döntéseit, hiszen elgondolkozik azon, hogyan tovább, melyik irányba, ugyanúgy, mint itt a keresztnél. És a te napi energiád. Itt a koporsó lehet ugyan egy örökösödési ügy is, lehet, hogy itt vannak viták, de jelentheti azt is, hogy te lezársz valamit, például a nézeteltéréseket. És ez volt a szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderát!